Tekintettel arra is most szeretném itt mondani, és a jegyzőkönyvbe is, hogy a polgármester úrral egy váratlan megbeszélésünk jött közben, tehát ha esik, Angelika megjött, határozatképesek vagyunk, akkor ezek szerint, tehát 3/4 hétkor nekünk, ha esik, ha fúj, be kell zárni az ülést, tehát a tisztelettel kérem a hozzászólásokat, pedig ehhez képest. No, és akkor javasolnám, ugye megkaptátok a napirendet, de javasolnék egy kis, és elnézést kérek a civil egylet megjelent tisztelt képviselőitől, de hogy nem az első napirend lenne, hogy hát a cserkészek sincsen, meg a Szabó Péter is, javaslatot tennék a napirend olyan formában történő megváltoztatására, hogy első napirendi pontként meghallgatnák be a tájékoztatóját a Kerítés Galéria tervezett kiállításairól. A második napirendi pontnak javasolnám nemzeti ünnepünk Leányfalusi programjának ismertetését. Harmadiknak egyéves lett a Leányfalu lapja, de ha már megjönnek a képviselő társaim, akkor természetesen tehát akkor a civileket tárgyalnánk, és akkor végül az utolsó lenne a Prokultúra Leányfalu Nonprofit Kft. Megválasztott ügyvezető igazgatójának a meghallgatása a nyertes pályázat és motivációs levél alapján. De most azért nem kérdezem meg, hogy egyebekben van-e valakinek, mert esetleg még a Zsuzsának vagy a Péternek lesz még valamilyen, de ugye van még az egyebek. Aki ezzel egyetlen, azt kérem készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, el is fogadtuk a napirendet. Akkor az első napirendi pontunk lenne tájékoztató a Kerítés Galéria tervezett kiállításairól. Kelemenné Szelekoszki Beáta intézmény vezető asszony. Köszönöm szépen. Ilyen a szó, én kikapom. És Kerítés Galérián jelen pillanatban áprilisos életét és munkásságát bemutató tárgyat tekinthető meg, amit nagyon szeretnek. Tehát mindig megállnak előtte, nagyon-nagyon szeretik. Amire mi beadtunk most pályázatot, egy nagyon érdekes pályázatunk van, Tamási Áron 125 éve született, Kossuth Díjas író, és a tablók megírására dr. Szász Istvánt azt kértük föl, aki személyesen ismerte Tamási Áron. Ezt a pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz adtuk be, tehát 125 éve született, abszolút úgy gondoljuk, hogy megint egy ilyen fordló kiállításunk lesz kint. A lényeg az, hogy rövid összefoglaló, mik azok a fontosabb csomópontok az életében és a munkásságban, amit tudni kell, tehát mindig ez a tablók lényeg, hogy könnyen olvasható legyen, figyelemfelhívó fotókkal, dokumentumokkal, és a plusz, ami nagyon fontos, hogy éjszaka és este és sötétedés után is olvasható, tehát azt hiszem ez egy unikum. A másik pályázatunk, a Művészeti Akadémiához adtuk be, az Nemes Nagy Ágnes, 100 éve született Nemes Nagy Ágnes, Kossuth Díjas költő, a dr. Hernádi Mária irodalomtörténészt kértük fel, aki Nemes Nagy Ágnes és Ottlieb Géza kutató. Tehát két olyan erős anyagunk van most bent, amit remélem meg is nyerünk. Ezt kb. 2-3 hónap múlva fogjuk megtudni, hogy melyikre szerezted, attól függ, hogy melyiket nyerjük meg. Tehát tényleg minden a pályázatoktól függ, hogy melyiket tudjuk előbb bemutatni. Köszönöm szépen. Bár ez részben a pénzügyi és településfejlesztési bizottság témája is, de polgármester urat kérdezem, hogy ugye lebontásra ítéltetett a kerítés, és hogy ugye beszéltünk róla, hogy talán a legjobb helye itt lenne följebb, itt ahol ez a kupakgyűjtő szín van, vagy valahol ide, hogy mikor bontják le, mikor állítják föl, mert ugye függvénye annak, hogy a Tamási Áron kiállítást oda föl lehessen tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, polgármester úr. János, te vagy a polgármester. Voltam, jó, köszönöm. Ebből baj ne legyen. Na, én feljárom fegyverrel. No, a lényeg, hogy igen, hogy ugye ez a két projekt egymás mellett futott, ugye van egy nagy sikerű Kerítés Galériánk, amit ugye Szelekoszki Beáig találtak ki még néhány évvel ezelőtt, miközben megindult a Ravasz László emlékház kialakítása, amely szintén a kitalálásában is
létrehozásában elégületet, elégületet szerzett Beáta. A lényeg, hogy a kettő ott van. Most ugye van az a helyzet, hogy ahhoz, hogy ez a megszépült épület és a megszépült kert jobban látható legyen, illetve a falu központ kicsit kitáruljon, elbontanánk helyzetést. Erre már van egy, volt is igazából egy ilyen testületi jóvágyás. Az új helyszín nem volt még eddig tisztázva, több lehetőség felmerült, és valóban talán szerencsés, mind a kettő, vagy több helyszín is jó, de ez annyiból lenne szerencsésebb találni, hogy itt a faluház és a hivatal közötti fák alatti jövendőbeli sétánynak lenne ez egyfajta eleme, ami azért is itt talán jó, mert akkor, de nem egy kerítés lenne ténylegesen, hanem meg, a kerítés megidézve talán, ha nem is folyamatosan, de elemenként, ezt még kicsit lehet, hogy valami tervező ember kicsit meg dizájnolja, és akkor nem beszélve, hogy este, amikor világítás van, akkor a magának a sétának a világítása is lehetne ez a világítás. Bár a napelemes lámpák, a fák alatt, nem tudom, hogy, de ez majd még ez jó. Én nem napelemes, ez rendes hálózatos áram. Most hálózattal. Hajnal kapcsolatos. Akkor lehetne ez. Na, lényeg, hogy a elbontást mindenképpen szeretnénk április 23-ig előtt megejteni, hogy a ünnepélyes megnyitóra már ne legyen meg a kerítés. Nyilván minél később, mert ameddig még folyik az építkezés, addig védelmi szempontokat is ellát a kerítés. Tehát én azt gondolom, hogy itt az április közepén lenne elbontva a kerítés. Nyilván akkor depózni kereszget. Sajnos mindenképpen egy kis újításra fog szorulni a fémszerkezet, mert azért sok helyen már a rozsda jött rajtuk, bár milyen szépen is lefestették annak idején a Ripacsok Borba Lajos vezetésével. Tehát egy felújítás kell. Nem tudok ígérni most ebben semmit sajnos. Én azt hiszem, hogyha lebontottuk és rendben, én örülök, hogy ezt nyárra vissza tudnánk lakni. Tehát, hogy ott az a biztos, hogy május úr, egy hónap biztos lesz, amíg ezt lehet megcsináljuk. És örülnék, hogyha ezt nyárra, június közepére, mire az iskola szezon véget ér, akkor ott addig valahogy meg tudnánk oldani meg a felállítását. Ez kicsit összefügg egy másik dologgal is, hogy a focisták szeretnék ezt a hálót, ami nem túl szép valóban, ezt felújítani. Tehát akkor lehet, hogy össze kell hangolnunk ezt a kis jövendőbeli kis sétányt, ennek a elemeknek a felállítását, meg a hálónak az áthelyezését. Tehát itt egy kis szervezés kell majd. Úgyhogy én azt tudnám ígérni így, hogy akkor a nyár elejére, tehát a június közepe, hogy addig majd próbálnánk ezt. De még akkor behozzuk a bizottsági szintre, amikor odaérkeztünk. Jó? Talán ez reálisan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ugye beszéltünk róla, hogy ugye két megnyitója lesz a Ravasz László emlékháznak, tehát ugye az egyik lesz ez az április 23-ai, ami ilyen protokoll, de tulajdonképpen a falunak, ugye május 15-ére, 21-ére, mondjuk talán az a legnépső határidő, amikor a felső szinten elkészül a kiállítás, mondom ezt már a Prokultúra Kft. Ügyvezető igazgatójának nevében is, ugye, hogy akkor addigra, ugye, mert hát gondolom, hogy ugye itt közeledik, szeptemberben van azt hiszem, ugye, a születési évfordulója, tehát hogy akkor nyárra, mert azért itt kőműves munkát is igényel ez, mert ez egy ilyen szint különbség van itt a járda és ahova kerülnek most oda, vagy emelünk egy ilyen klinkertéglás falat és arra vagy. Hát szóval van, de ez nem a mi dolgunk, ezt majd. Jó, köszönöm szépen. Kérdezem, hogy valakinek lenne kérdése ügyvezetékasszonyhoz. Amennyiben nincs, akkor javasolom, hogy fogadjuk el a tájékoztatót. Aki egyetért vele, készfenntartással. Köszönöm szépen. Tartózkodom, mert nem voltam itt, csak azért. Igen, tehát azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, igen, és egy tartózkodással elfogadtuk. Akkor visszatérnénk, mivel hogy most már többségben vagyunk, visszatérnénk akkor az eredeti első napi rendi pontot, az eredeti első, tehát javaslata Leányföldi Civil Egylet, Hóvirág Nyugdíjas Klub, Polgárőrség, Tűzoltó Egyesület, valamint az 1004-es számú Szent Anna Cserkész csapat 2021. évi beszámolónak elfogadására. Polgármester úr, az előterjesztő, megkaptuk mindannyian a civil szervezetek beszámolóit, megkaptuk a pénzügyi vezető asszonytól is, és én szeretném külön megköszönni és megdicsérni a Szent Anna Cserkész csapatot és a tűzoltókat, mert egy olyan szép, látványos, képekkel illusztrált beszámolót küldtek, amit szóval párját kikezd. Köszönjük szépen!
mindegyik beszámoló korrekt volt, ott aki csak a számokra hagyatkozott, elmondta, mire költötte a pénzt, az untig elég, de ez egy extra volt, és a jó eső érzés volt nézni, olvasni, úgyhogy köszönöm szépen a bizottság nevében is, és gratulálok, polgármester úr, tiéd a szó. Hát, amit hozzá tudnék ehhez tenni, egyrészt köszönjük a beszélgetést, egyrészt köszönjük a civileknek és a különböző csoportoknak az egész éves munkáját. Ugye nyilván ez fontos, hogy a civilek nem önmagukért civilek, hanem a falusi személyek számára adnak egy olyan közeget, amelyben ők jól érzik magukat. Ezen belül van, aki ugye nem csak civil, hanem sokat is tesz még a különböző mentési akciókban, mint a Tűzoltó Egyesület. Van, akik ugye a sportban segítenek, tehát mindenkinek megvan a maga hely, és annál gazdagabb egy település, minél több ilyen civil csapat van egy településen. Itt látjátok, ugye, ezt tudja mindenki, hogy van egy nagy civil egyletünk, amit ugye a Farkas Gyula elnök úr igazgat, ebben több kicsi van benne, és ezen kívül van néhány másik, akik külön működnek. A beszámolót megkaptuk, és pénzügyileg ezek stimmelnek, tehát alapvetően a pénzügyi probléma nincs velük. Úgyhogy igazából a bizottságnak most arról kérne esetlegesen gondolkodni, hogy van-e kérdés valakihez, vagy szeretnénk-e valakihez több még plusz információt kapni, vagy megelégszünk az általuk benyújtott szép elszámolásokkal. Úgyhogy ennyit még csak hozzátenni. Köszönöm szépen. Birtokában van a tisztelt bizottság tagjainak a Palogné Perent Viktória pénzügyi osztályvezető asszonynak a számszaki kimutatása, amiben ugye úgy zárja, hogy a pénzügyi elszámolásokat megfelelő számviteli bizonylatok támasztják alá, és megtörtént az elszámolás, és én is szeretném megköszönni Farkas Gyula úrnak, a Leányfalusi Civil Egylet elnökének az összefogó munkáját. És kérdezem, hogy lenne-e valakinek esetleg a civilek nevében valamelyik civil egylet kíván-e az írásban beadottak kívül szóban is a bizottság tudomására hozni valamit, és aztán utána megadnám a képviselőtársaimnak, de bocsánat, polgármester. Én csak annyit, hogy az fontos, hogy a költségvetésben a tavalyi számok szerepeltek, tehát mindenki megkapja a tavalyi támogatást, és azt hiszem 500 ezer forintot terveztünk be, amit tudtunk belerakni, és ennek két lehetősége van, mert egyrészt a focisták érezték, hogy szeretnének plusz támogatást kapni, másként meg a Vadkacsák a 30 éves évfordulóra 1 millió forintot kértek. Mi összesen 500 tudtunk most berakni a költségvetésből, tehát ez 500, ez arra lenne, hogy akkor, illetve hogyha itt nem tudom még pontosan, van, ahol még egy kis lyuk, de hogy nem tudunk most úgy néz ki 1 milliót adni a Vadkacsáknak idén pluszba, de ebből az 500-ból valamint a focistáknak egy pici emelést, meg a többit a Vadkacsáknak, ezt majd beszéljük meg, hogy lenne praktikus szírusztani. Jó. Persze, jó, köszönöm szépen Szabó Péter, és akkor utána Farkas Gyula elnök úr, parancsolj, ilyen. Csak egy ügyrendi, hogy beszéltem a cserkészeknek az ifjú új vezetőivel, és elnézést kérnek, de dugóba kerültek, és most nem tudnak ide jönni, illetve nagy késéssel jöttek volna, és meg bizonytalan, hogy addigra túlmegy el a napi rend, vagy nem, ezért akkor mondtam nekik, hogy ne üljenek, úgyhogy ha tudok, akkor én állok rendelkezésre, mert érintve vagyok azért a cserkészek, úgyhogy ha olyan kérdés van, akkor szívesen. Köszönöm szépen. Jeleztem, ha még nem voltál itt, akkor mondtam, téged is kimentettelek meg a Radó. Csak ennyit akarom. Gyula, parancsoljál, foglaljál a helyet, és akkor nyomd meg a zöld felső gombot. Remélem, hogy sikerült. No, először is nagyon szépen köszönöm a civil egylet tagegyesületeinek nevében az önkormányzat támogatását. Mindenki szenvedett ebbe az évbe, bár mindenki tudja, hogy miért. Nagyon nehezen álltak össze a programok, de ehhez képest egyébként valahol mindenki belerázódott a korábbi évhez képest ebbe a civil életbe. Végül is azt el kell mondani, és azt szeretném, hogy még az előbb megjegyezni, mikor mondta a elnök úr, hogy a két legszebb beszámolót kitől kapta, ezben csak azért van szerencsék, mert a Pepe már nem él. Mert akkor ő csinálta volna a legszebb beszámolót egyébként, mert mindig ő neki voltak ilyen különlegesen szép beszámolói minden évben. Úgyhogy ez azt azért sikerült nekünk, hogy a Pepétől lesz. Igen, hogy elnéztétek a Pepét, így van.
Tehát végül is ezt mindenki tudja, talán a jegyzőkönyv miatt érdemes lehet, hogy a civil egylethez tartozó tagegyesületek között vannak önálló jogi személyként működő egyesületek, illetve vannak teljesen más és egyszerű, nem különös jogi és pénzügyi eljárásban résztvevő egyesületek. Így ennek megfelelően van a Vadkacsa Egyesület, van a Csingazsuk Hajós Klub, vannak a Leányfalű Közhasznú Sport Egyesület, vagyis a köznéven az LFC-sek, van egy szumboszakosztályunk, sajnos a kézilabdázók már föladták, ők már nem csinálják. Van a Baba Mama Klub, a Trambul Junior Kör, illetve a Tűzoltó Egyesületet, a civil egylet is támogatja a civil egyleten keresztül olyan, tehát nem kimondottan a működésüket, hanem abban segítjük őket, amikor óvodába, iskolába tartanak bemutatókat, meg ilyen ismerettel, egyéb ilyen ismeretterjesztő dolgokat. Tényleg mindenki nagyon korrektül elszámolt, és mindenki megírta a beszámolját, ki tartalmasabban, ki nem. Egyedül a szumó szakosztály volt, aki nem használta föl a támogatását, de ők visszafizették a támogatást a civil egylet számlájára, ugyanis azt a pénzt, tehát úgy állapodtak meg az Imrével, illetve Rognyai Jánossal úgy állapodtak meg a fiatalok, hogy inkább nem megoldják a támogatás nélkül, de hogy akkor ez a pénz ez kerüljön az idei évbe a szobornak a felállításához, és akkor az idei meg a tavalyi támogatást, hogyha összevonjuk, akkor az már egy kicsit komolyabb összeg tud lenni. Mindenki más elszámolt teljesen korrektül, valamennyi előző évekből van némi plusz pénzünk, egy nem sok, amivel adott esetben ki tudjuk ezt egészíteni, ezt a kérést, amit a Vadkacsa Egyesület meg a labdarúgók kértek. Tehát, hogyha ahhoz akkor hozzá tudjuk tenni azt a támogatási összeget, ami megmaradt az elmúlt évekből. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, elnök úr, és mondanám, hogy a Kultúrás Bizottság oszlopos külsős tagja, Kámori Angelika művésznő a januári koncert bevételét is felajánlotta a szumó szobor állításához, úgyhogy akkor itt szépen összegyűlik majd a pénz. Akkor ha jól értjük, ugye ez a 166.850 forintos záró egyenleg erre utaltál, ugye, ami van pénzetek. Igen. Köszönöm Igen. szépen. Igen. Kérdezem, hogy kér tűzoltodat? Igen, akkor majd én is szólni, hogyha... Akkor jó, akkor megvárjuk, jó, és akkor Gyula, köszönjük szépen. Köszönöm én is. És akkor cseréljetek helyet. Először én is az egyesek helyre szeretném megköszönni a egész éves számolatást, mint a polgármester úr, a képviselőtestület, a bizottsági tagban, meg a Farkas Dudának is, hogy támogatta a programjainkat. Igazából nem is a tavaly évről szeretném, ami azóta eltelt érve a jövőt, egy-két mondatot. Ami benne volt a beszámolóban, ugye ez hogy települési mentőcsoport is lettünk. Igazából szakmai szempontból nekünk nagyon nagy lényege nincsen, mivel hogy egy mentőcsoportnak, egy mentőcsoportnak mondjuk ilyen 12-24 éves riasztás ide van, nekik van 12 perc, szóval, hogy és ugyanazt csináljuk gyakorlatilag, hogy ezek ha nem lenne két és tűzletés, ott lenne fontos, hogy például árvíznél, nagyobb viharkároknál, akkor ők tudnának beavatkozni. Olyan szempont viszont van jelentősége, hogy extra pályázatokat lehet részt venni a katasztrófavédelemnél, amivel esetleg tud még plusz eszközöket szerezni. Illetve ugye ez a települési mentőcsoport pont a sajnos nagyon sokszor a bekövetkezett kár után szoktak eszközöket adni, mondjuk egy árvíz után szoktak, hogy mondjuk szivattyúkat, ilyesmiket osztogatni, vagy fűrészeket, hogyha vihar van, reméljük, hogy nem kerül rá sor. De ugye ez egyik a másik, ugye, ami azóta történt, hogy meg ami ugye régen dédegedett állunk, ez a vízi mentés, vagy kicsit a vízi tűzoltása kicsit hangzik, hogy a vízen való részvétel, hogy itt vagyunk a Duna közep, a Szentély Dunák tök az egy kellős közepén, így
mindig is az volt az elképzelésünk, hogy valamilyen szinten itt a vízimentésben is részt veszünk. Most még nem a klasszikus vízimentés, mint mondjuk a Balatonon, mert ugye annak az öreng költségvonzata van, és ezt nem tudjuk egyelőre bevállalni, meg nem szeretnénk mondjuk csak leányfoló településre ebbe terhelni. De sajnos, mint tűzoltók is, azért a környéken fogvanultunk olyan balesetekhez, ahol sajnos áldozatok is voltak. Ez a gyakorlatilag a jövő, illetve még egy fontos mérföldkőhöz értünk, vagy érünk talán idén, amit a polgármester is kérdez, majdnem minden év, hogy mikor leszünk önállóan beavatkozó egyesület. Ennek az a lényege, hogy a jelenleg úgy vonulunk, hogy a szentélyiskolatási tűzoltókkal együtt vonulunk, szóval hogyha nagy viharkáron, akkor nem, mert akkor itt vannak kivételek, de alapvetően velük együtt kell vonulnunk, viszont most július 1-től úgy néz ki, hogy akkor önállóan beavatkozó, azt jelenti, hogy gyakorlatilag nélkülük is kisebb kár eset, persze mondjuk egy spártűz van, ott nem egyedül fog kimenni, de alapvetően így akkor önnál tudunk beavatkozni itt a környéken. Mi úgy vállaltuk, hogy az önnál beavatkozás azt előbb, hogy lányfölőt, amit ott fogok vállaltuk be, és ugyanúgy többi környezőben meg besegítünk, hogyha nagyobb kár eset van. Ez anyagilag is egy kicsit segít minket, mert itt ilyen 100.000 forintos havi támogatást tudnak adni erre. Igaz, hogy akkor van egy évi 3000 órás készenléti idő. Szóval kötelezőleg van, míg jelenleg nincsen ilyen. Kérdezik, amit nem mondtam még a támogatás, hogy köszönjük szépen az extra támogatást a tavaly évben, ugye, hogy a kettő darab hungiablancs, azt ki is cseréltük. Most ide van az autó szerencsére. Tudjátok, hol az mi a régi? Ifik mondták, hogy majd ők valamit ilyen fotelt vagy valamit csinálnak belőle, azt mondták, hogy ők azt ők akkor valamit barkácsolnak belőle. Köszönöm szépen. Szépen legyen a filmje meg az alsó zöldre. Köszönöm szépen. Hát a bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani a civil egyletnek és tag egyesületeinek a 2021. évben végzett munkájáért. Nagyon fontos a civilek részvétele önkormányzati munka segítésében, és azt mondhatjuk, hogy az idei évben kevesebbet, mint a bázisban nem kapnak, tehát arra a támogatásra mindenki számíthat. Köszönöm szépen, és most kérdezem a bizottságot, hogy mondaná valakinek. Bocsáss meg, még szeretne valamit mondani. Csak annyi, hogy a sajtos polgármesternek a szavait is szeretném tolmácsolni. Beszéltem vele, és mondta, hogy amikor tűz volt ott fölül, mindig háromszor is kim volt a múlt évben, és mindig ott voltak a lányfősök, és nagyon szépen köszönni a munkájukat, és igyekszik majd ő is a ottani testületitel megszavazni valami szerint támogatást, amit engednek, de mondta, hogy mindenképpen szeretnék megköszönni, így is. Köszönöm szépen, Ballányi Rákéla. Ballányi Rákéla vagyok, a polgárőrség vezetője, én is szeretném megköszönni a képviselőtestületnek, a bizottságoknak a támogatást, és reméljük, hogy jövőjében is támogatnak bennünket. És igyekszünk végezni a dolgunkat. Én nem tudok olyan gyönyörű beszámolókat írni, fényképet meg nem csináltunk. Nagyon korrekt, amit írtál. Egy A4-es kérlek szépen, ilyen mini betűkkel megtöltött egy oldal. Köszönöm, Istenem. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Kövesdi Miklós után a szabot. Köszönöm szépen. Én csak szeretném még megköszönni külön a tűzoltóknak, hogy tavaly a földnapi személyszerű akcióba is kivették a részüket, és idén is szervezünk ezt már egyelőre. Jó. Tovább csak többieknek készüljenek. Köszönöm. Szabó Péter. Úgy nincs elkész. Most a fiatalok nem értek ide, de ugye egyrészt elküldték a beszámolót, másrészt meg én egy-két dologgal kiegészíteném, illetve kontextusban helyezném, mert ott száraz zab dolgok vannak, csak hogy egyáltalán mi történt az elmúlt évben a cserkészek házatáján. Ugye én alapvetően közösségépítés céllal működünk, és ennek keretében neveljük a fiatalokat. Nagyon fontos a közösségépítés, amit eléggé megtépázott a Covid. Ugye ezt mindenki átélte, és nekünk az egy alaptevékenységünk, hogy rendszeresen összejöjjünk a gyerekekkel, tehát rendszeres kapcsolatot tudjunk tartani velük heti szinten. Ugye ebben eléggé beleszólt a Covid, ez a csapat kohéziót azért érintette. Ennek ellenére az állandó programokat szerencsére meg tudtuk tartani, most az ilyen nagyobb projektek,
gondolok, mint a nyári távolozás, akkor nyilván a tavaly nyáron kicsit feloldódott a zárás, tehát ezeket meg tudtuk tartani. Ez nagyon sokat jelentett nekünk, mert ez az egész éves tevékenységünknek, hogyha az idejét nézzük, akkor a igen jelentős része, tehát nagyjából több, mint a fele, hogyha a munkaórákat vagy a együtt töltött órákat nézzük, ezeket meg tudtuk tartani, és ugyanígy ezeket a hétvégi programokat is nagyobb részben. Volt egy kiemelt programunk tavaly, ugye 30 éves volt a cserkész csapat itt Lányfalon. Itt nagyon sokat készültünk, hogy ezt meg tudjuk tartani. Hát ez tavasszal lett volna ennek az ünnepsége, ezt elmosta ugye a járvány. Aztán ezt áttettük őszre, valamit meg tudtunk belőle szervezni, de nem tudtuk úgy megcsinálni, hogy nyitottá tegyük és megmozgassuk az egész falut. Ezt sajnáljuk, de ez sajnos így elúszott. Ezt ilyen kisebb zárt körben megoldottuk, és ez elég jól sikerült. Még egy jelentős dolog volt a csapat életében, történt egy generációváltás, ami azt jelenti, hogy mi öregek. Átadtuk a stafétabotot a nálunk fiatalabbaknak, most sajnálom, hogy nem tudnak itt lenni. Nagyjából egyébként ismert arcokról van szó, tehát szerintem itt nagyjából mindenki látta már őket. De jó lett volna, be tudnak mutatkozni, de nem baj, majd akkor jövőre, vagy valamikor, amikor ezt rá lehetőség. Nagyon rátermettek, nagyon sok tapasztalatuk van, mert egész kiskoruktól részt vesznek a csapat életében, tehát bizton mondhatom, hogy jó kezekben van a csapat. Természetesen mi öregek is, ugye ott vagyunk a háttérben, tehát ha bármi van, akkor tudunk nekik segíteni. A csapat parancsnoka Szilágyi Péter, csak hogy így belésődjön mindenkinek a fejébe. Tehát most ő viszi az adminisztratív vagy a napi ügyeket. Ilyen létszámokkal most nem mutatnám a bizottságot, hanem elszámolóban, úgyhogy szépen struktúrálisan minden szépen le van írva, képekkel, beszámolóval, úgyhogy körülbelül ennyi, és hogyha van kérdés, akkor megpróbálok válaszolni. Kérdezem, hogy esetleg kérdés, amennyiben nincs. A jegyzőkönyvnek mondanám, hogy megérkezett Iken Zsuzsana elnökasszony. Köszönöm. Akkor felolvastam a bizottság határozati javaslatát. Lányfalon Nagyközség Önkormányzat Kulturális Kommunikációs és Külkapcsolatok Bizottsága megtárgyalta a Lányfalusi Civil Egylet, a Polgárőrség, a Tűzoltó Egyesület, valamint az 1004-es számú Szent Anna Cserkész csapat 2021. évi beszámolóit és az abban foglaltakat, valamint a beszámolókat a képviselő testületnek elfogadásra javasolja, aki ebben egyetért készfenntartásra jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom egyhangú. Köszönöm. Akkor menjünk még az új sorrendbe. Köszönöm szépen, mindenkit szeretettel, ha nem akartok elmenni, maradjatok, de ha megköszönöm az itt létet, hogyha elszólít a kötelesség. Akkor egy éves lett a Leányfalu lapja, polgármester úr, adnám meg a szót, amit terjesztő. Köszönöm szépen a szót. Viszontlátásra, sziasztok! Mint tudjátok, szerintem nem adtok ki is, tehát a Lányfalu lapja tavaly márciusban indult, túl vagyunk az első évem. Vannak benne jó eredmények és rosszak. A jó az, hogy egy szép lapunk van, ami olcsóbb, mint a korábbi volt. Tartalmilag én azt gondolom, hogy a színvonalat tudjuk hozni, ami korábban volt. Nyilván minden szubjektív megítélés kérdése, én azt gondolom, hogy vagyunk már jó, mint a korábbi lap, de ezzel nem akarok sorítani kis szájátárnak a tevékenységet, csak hogy mi is vagyunk annyira jó szerintem most, mint a rendje. Ami a negatívum, az pedig az, hogy a posta időközben megváltoztatta a terjesztési szokásait, nem terjeszt, tehát ez egészen más szokás lett most már, ennyire megváltozott. És ugye most ez a helyzet van, hogy milyen ilyen pontokon terjesztjük az újságot, de az érezhetően kevésbé jut el az emberekhez. Tehát amikor szóval mindenki annyira kényelmes, hogyha otthon a postaládájából kiveszi, akkor már átnézi, de már lehet, hogy nem veszik fel a postán, vagy nem veszik fel a boltba, vagy a dohányboltba. Úgyhogy ezen a terjesztési módon érdemes valamit gondolkodnunk.
az biztos, hogy a faluházban és a hivatalban mindig van, tehát ide bármikor be lehet jönni, mindig kap újságot az ember. Nem tudom, szóval ezen majd még kell gondolkodnunk, hogy az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy ez egy reklám, az reklámja az önkormányzatnak az újság, ez reklámozzuk önmagunkat, és nyilván minden reklámozónak az az érdeke, hogy olyan lehető legdirektebb módon eljusson az érintettekhez, esetünkben a választópolgárokhoz, tehát nyilván a mi érdekünk lenne az, hogy az emberek megkapják ezt minden jóval a kezükben. Persze mondhatjuk azt, hogy az ő mindenkinek a saját felelősség, hogy elveszi-e, vagy keresi-e, vagy elolvassa-e, de hát a reklámnak is ez, ha így mondom, hogy a reklámnak az a cél, hogy minden jobban eljusson az emberekhez. Tehát az lenne az ideális, ha be tudnánk adni minden postaládába az újságot. Nem tudom ennek a feltételeit még egyelőre megteremteni. Igen. De majd ez egy közösségi munkánk lesz, úgyhogy majd még gondolkodni kell, hogy meg tudjuk ezt tenni. De szóval egyébként tekintve azt gondolom, hogy az újság szép is, jó is, köszönöm, és azt meg az emberek eldöntik, hogy kinek mennyire tetszik, de szerintem nem szerepeltünk ebből az egy évvel, mint tartalmilag, mint minőségében, szerintem egy szép kiadványra gazdagodott az újság. Nyilván mindenki mondhatja azt, hogy miért nincs ez benne, miért van ez benne, mi ezt tudjuk lerakni, és szerintem ez nem rossz. És egy dolgot akartam itt ennek kapcsán még kiemelni. Ja igen, a munkát, hogy a szerkesztőbizottságnak az ülései hát havi rendszerességgel vannak itt a hivatalban, és nagyon-nagyon köszönjük Tegzes Orsolyának a munkáját, ugye a faluháznak a vezető helyettese, vagy igazgató helyes helyettese, hogyha azt mondhatjuk, és ő viszi a operatív munkáját ennek a szerkesztőségnek, ami azt jelenti, hogy a hirdetőkkel való foglalatosság, hirdetési macaráknak a felvállalása, illetve a szerkesztőség munkájának koordinálása, gyűjtés és a helyesírás javítása. De, tehát nagyon sok mindent csinál az Orsi, ami nyilván nem a munkakori kötelessége, hiszen ő a faluház alkalmazottja, de ezt bevállaltanak, de én is köszönjük szépen. Ezúton is talán mondtam is, hogy azért nagyon jön el, mert hogy ő úgyse dicsérheti ő magát, így meg könnyebb dicsérgetni hátra mögött nekem őt, úgyhogy ezúton is hátra nem mondja neki senki. Úgyhogy köszönjük szépen az Orsinak a sok-sok munkáját, és ennyire túl vagyunk, ennyit tudnék így röviden összefoglalni, és akkor tegyetek hozzá, amit tavaszt tartok, hogy látok. Köszönöm szépen, hát itt többen is képviseljük a szerkesztőbizottságot, Kövesdi Miklós képviselőtársammal együtt. Nem tudom, hogy esetleg, ha kérdésetek van, akkor... De valóban így van, hogy úgy érezzük, azt hiszem, hogy a saját gyerekünknek érezzük ezt az újságot. Nagyjából itt még Iker Zsuzsa elnök asszony is, aki a Zöld Híradónak az oszlopos szerzője, úgyhogy hát tulajdonképpen mi gyártjuk az újságot, és hát hónapról hónapra bizony feladatot ad megbeszélni, mi szerepeljen az újságban, lehetőleg olyan interjúk legyenek, olyan írások legyenek, amik közérdeklődésre adnak hát lehetőséget. És a másik pedig, hogy hát polgármester úr itt szerényen mondta ezt, hogy hát a posta sajnos nem tudja meg. Hát amíg a posta vitte, addig gondolkoltak mindig a terjesztéssel, mert hol megkapták, hol nem kapták, meg állandóan cincálták részben a hivatalt és részben. És ez nem csak most evel az újsággal kapcsolatban, hanem már amióta újság van, azóta mindig. Szerintem akit érdekt a Leányfalu lapja, és ezt mondom bele a televízióba is a tisztelt leányfalusiaknak, az megtalálja. Azt hiszem, hogy 10 vagy 14 helyen, potenciális helyeken rakják le, amikor megjelenik az újság. Aki akarja, oda megy, csak egy párat felsorolni a teljesség igénye nélkül, polgármesteri hivatal, Ravasz László könyvtár, CBA, gyógyszertár, a papírbolt, a dohánybolt, akkor a faluház is, igen, az egyházak, tehát elérhető az újság, tehát aki ért, meg hozzájut, és a terjesztési költséggel megspórol. Köszönöm szépen, kérdezem, hogy esetleg ki, akinek kérdése lenne, az parancsolja. Iker Zsuzsa, elnök. Én azt szeretném volna megkérdezni, én szintén elégedett vagyok az egyéves működéssel.
Én két dolgot hiányolok a labból. Az egyik az, hogy én szívesen látnék egy olyan rovatot, amiben konkrétan az itt lakók írnak. Tehát, hogy nem csak mi vagy akik a szerkesztőségben vannak, töltjük meg ezt a lapot tartalommal, hanem konkrétan levelek érkeznek be, észrevételek, vélemények, tudósítások, bármi, ami tényleg az itt lakóktól jön be. Ez az egyik, ami nem volt, viszont a korábbi újságokban volt. Illetőleg én azt is szívesen menném, hogy ugye a legutolsó interjú dologban egy fiatal emberrel született, hogy pont te készítetted, de én azt is szívesen látnám, hogyha esetleg a fiatalokat be lehetne bevonni, akár a cserkészeket, hogy ők maguk készítsenek egy ilyen kis pici, nem kell egy ilyen egy-két oldalas, de hogy valami olyan, ami akár tényleg a fiataloktól jön, a fiataloknak szól inkább, tehát hogy nem csak nekünk, hanem úgy lefedve talán, vagy eljutva talán azokhoz a gyerekekhez, tehát a fiatalabbakhoz, kicsit nagyobbakhoz. Én ezt a két dolgot javasolnám a következő évekre. Köszönöm szépen, elnök asszony, a konstruktív felvetésedet. A 21. szerkesztőségi ülésen akkor én tájékoztatni fogom a szerkesztőbizottságot. Jó ötletnek tartom, mondjuk nekünk is kevesebb munkánk lesz akkor ugye ebben. Bár szívesen csináljuk, de ezt mondjuk tényleg egy jó ötletnek tartom. Köszönöm szépen, igen. Van még valakinek polgármester? Most csak eszem, bocsánat, ennek kapcsán, hogy most vagyunk fél időben pont, tehát az 5 éves ciklusunknak a felénél vagyunk, és akkor felmerültök már a belső levelezésbe, hogy esetleg a testületi munkáról testület tagjai beszámolnának-e, és akkor egy félben maradt levelezés van, de én azt javasoltam akkor, hogy mi lenne, hogyha csinálnak 3 kérdést, valami alapkérdést meghatároznak, és minden képviselőnek arra a 3 kérdést, aki nagyjából valamit válaszolni az elmúlt 2,5 éves munkáról, tehát mindenki magáról a maga munkáját értékelné, vagy valamilyenre gondoltam én. Esetleg erről egy gondolat kísérlet lenne, hogy mit gondoltok erről, tehát hogy lehetne a fél éves ciklus TV-nél, hogy lehetne esetleg egy kis tájékoztatást adni, hogy ne én írjam be, hogy én hogy nem, mindenki a magáról írhatna egy pár sort. Ezt gondolom én, de erre pár véleményt szívesen fogadnék. Köszönöm szépen, polgármester úr. Hát igen, de ugye mindig küzdködünk a helyhiánnyal, a szürkösség miatt, tehát ezt én azért akkor nem akartam, amikor ez a körülményment állást foglalni benne, mert egy esetre tudom én ezt támogatni, az ötlet ragyogunk, hogyha a karakterszámot meghatározzuk. Tehát ugye, mint ahogy megkapjuk a karakterszámot a nagy interjúnál, a kis színesnél, te is mindig megkapod, ugye, és akkor maradék képek is, vagy nem, tehát akkor azt mondjuk, hogy mit tudom én, 1500 karakter, vagy 2000 karakter, és akkor körülbelül olyan a 3500 karakter egy fél A4-es, tehát az már sok, tehát az annyi azért, ugye a 7 polgármester, alpolgármester és az 5 képviselőnél megtölteni az újságot, és akkor kiszorulna más fontosabb dolog is. De mondjuk egy olyan 1500. 3 kérdése, tulajdonképpen én azt mondom, hogy aki 3-4 mondatban nem tudja elmondani, csak 30-ban, akkor az már fölös, tehát el lehet mondani. Ha ebben megegyezünk, és fölösleges, igaz? Nem, csak annyira sokat csináltak az ötben. Ja. Jó, szóval így akkor, és akkor ezt is a 21-én. Jó, köszönöm szépen. Kérdés? Te jól gondoljátok ezt az irányt? Szerintem. Támogatjátok? Igen. Inkább azt mondtam, hogy valóban lesz-e. Akkor bevisszük. A Facebook az korlátlanul, tehát rendelkezésre. Az újságban ott le vagyunk határolva. Tehát aki többet tud írni, az hál' Istennek, annak az internetvilágán az korlátlan, tehát bármennyit. Itt az újságban akkor mindenkinek lenne egy kis része, és azt kellene terítenie. De ez mennyi, vagy egy olyan határidőt abszolváljátok, ami tényleg, hát ez önként abszolválható. Mármint oda. Hát amikor majd ez a hát ez ugye úgy néz ki, ugye, hogy általában mindig az orsi olyan a külsősöktől, ugye 12-15 így körülbelül kéri be az anyagot, és akkor még van egy kis lehetőség még ugye a belsősöktől, tehát egy nagyobb interjúnál, ugye, mert az ugye úgy készül, hogy elbeszélgetünk, megírjuk az interjút, utána visszaküldjük, javíthat, tehát csak az jelenik meg, amit jóvá hagy
a szereplő, akkor az még bejön, akkor képek, akkor a Almási Csabi megnézi, jó-e, akkor a Orsi átnézi, ugye, tehát ez azért de rövidebbnél úgy, hogy ilyen áron így mondta, oké, rendben van. De 21-én akkor erre visszatérünk, és akkor erre majd egy körémér keletében, és akkor ez, de az viszont mindenféleképpen úgy lenne helyes, hogyha akkor mindenki. Mm-hmm. Tehát szóval ne az, hogy most ez megírta, ez nem írta meg, meg minden, hanem akkor mindenki. És akkor erre mit tudom, mi akkor nem kap a iskola, meg amit tudom én, nem kapja, akkor meg vagy a orvosok, vagy tudom, és akkor hát összetesszük. Négy oldalra többet csinálhatok, és meg az is adja, hogy jön ki. Egyszer most nagy interjú, vagy egyszer az interjút is. Nagy interjú helyett is lehet, de most is a anyák napi köszöntő, amit a Redő Feri küldött be, most az lesz. Uh-huh. Úgyhogy én azt a kis színest megírom a Kingáról, a kitüntetéses pizzásról. Még ugye nem tud róla, tévét nem hiszem, hogy nézben süti a pizzát, de majd letámadom. Köszönöm szépen, nem tudom, van-e még valakinek észrevétele, akkor vegyük tudomásul ezt a tájékoztatót, amit polgármester úrtól kaptam kiszolgáltatással. Köszönöm szépen. Én akkor most javaslom, hogy akkor térjünk rá az eredetileg második napirendi pontként szereplő Prokultúra Leányfalu Nonprofit Kft. Megválasztott ügyvezető igazgatójának meghallgatására a nyertes pályázat és a motivációs levél alapján be a légy szíves foglaljon helyet. Aztán mindannyian megkaptátok ugyanazt a 17 kérdést. Tehát azt javasolnám, amennyiben egyetértetek vele, hogy én ismertetném ennek a jelölő bizottságnak a jelentését, és akkor hát szót adok, akkor fölteszitek a kérdéseket, mert lehet, hogy be a jegyzi, és akkor utána kapja meg a be a szó, és akkor sok szót, és akkor folyamatosan tudjon rá válaszolni. Jó, tehát a kis tisztelettel megköszönjük a jelölőbizottság tagjainak a munkát. Ugye arra számoltunk, hogy esetleg több pályázat érkezik a február 15-én 12 órás határidőig. Egyetlen egy pályázat érkezett, Kelemené Szelekuszki Beáta részéről. A következő jelentést írta a jelölőbizottság polgármester úrnak. Jelentés a Prokultúra Leányfalu Nonprofit Kft. Kiírt ügyvezetői pozícióra beérkezett álláspályázatok elbírálásáról. A képviselőtestület 5 fős jelölőbizottságot állított fel a Nonprofit Kft. Kiírt ügyvezetői pozícióra beérkezett álláspályázatok elbírálására. A meghirdetett álláspályázatra egyetlen pályázat érkezett a határidőig. A bizottság megismerte a pályázó Szelekuszki Beáta anyagát, és úgy értékelte, hogy az minden tekintetben megfelel a kiírásnak. Tehát minden tekintetben megfelel a kiírásnak. A bizottság a beadott pályázat alapján egy 17 kérdésből álló kérdéssort állított össze, melyet a bizottság vezetője továbbított a pályázónak egy nappal a meghallgatása előtt. A konzultatív jellegű meghallgatáson személyesen megjelent a bizottság vezetője és 3 tagja, egy bizottsági tag előre jelezte távolmaradását, a kulturális bizottság elnöke és egyetlen jelöltként a pályázó is. Jelölt a kérdésekre adott válaszaival és elkötelezettségével meggyőzte az alkalmasságáról a bizottságot. A fentiek alapján a jelölőbizottság javasolja tisztelt képviselőtestület számára Szelekuszki Beáta ügyvezetői kinevezését a Prokultúra Leányfalu Nonprofit Kft. Vezetésére. Ez volt tehát a jelölőbizottság, akinek polgármester úr is tagja, úgyhogy ne tévessze meg senkit, ő írta alá, tagja volt, úgyhogy ezt javasolta figyelmünkbe. Amint mondtam, ugye itt különböző témaköröket érintettek a kérdések, ugye vízió és távlati tervek, erre 4 kérdést tettek föl, rövid középtájú tervek, teendők, indítására 2 kérdés volt, humán erőforrás menedzsmentre 3 kérdés, a pénzügyekre 2 kérdés, dilemmák, feltételezett
probléma területekre három kérdés, és a PR-ra három kérdés. Akkor én kérlek benneteket, hogy legyetek a kedvesek a kérdéseiteket megfogalmazni, be a légy szíves jegyez, és akkor utána, miután a testület egy dolgot kérünk szépen. Akkor, és akkor utána tudsz válaszolni. Megadnám a szót a bizottságnak, ki kíván kérdést feltenni. Én csak arra akartam reagálni, hogy a 17 kérdés, azt nekünk nem küldték át, és a pályázatot kaptuk meg csomag. Nem, akkor viszont akkor felolvasod. Bocsánat, én abban, mert ugye itt az előterjesztésnek a részét képeszem, elnézést kérek, akkor mondom. Tehát, vízió és távlati tervek. Foglalja össze, hogy milyen víziója van a Ravasz László Egyháztörténeti Gyűjtemény és Rendezvény Központ hosszú távú működésével kapcsolatban, hogyan látja az első tervezett év megvalósulásának esélyét, mit ígérne a Leányfalun élőknek, hogy az új intézmény mivel járulhat majd hozzá az életminőségük fenntartásához, javításához, és milyen segítséget, támogatást vár el kinevezése esetén az önkormányzattól hosszú távon. Jó lesz az, úgyhogy én ezeket a blogokat felolvasom, és hogyha azon belül van kérdése valakinek, akkor azt fölteszi. Ebben kapcsolatban van valakinek? Én beha esetleg egy röviden, mert tudod, mondtam, hogy 3-4 hétkor nekünk el kell menni, polgármester úrra légy szíves, akkor erre a négy kérdéssel foglald össze, hogy mit írt. Szerintem az elején, ha olvasom el, akkor jó, olvas, csak az a kérdésem. De minden kellett nagyon örülök. Hát a 90 oldalt, amit megküldtél, ami nagyon fontos számunkra, hogy a legfőbb célunk, hogy a helyi turizmus generáló erő, a Ravasz Emlékház, az egyik legismertebb leányfalui turisztikai attrakcióvá váljon. Az emlékház látogatói számára olyan turisztikai csomagokat készítünk, amelyek egy élvezetes, félnap, egynapos, kétnapos kikapcsolódást ölt meg, jó programokkal, magas szintű szolgáltatásokkal. Ez azt jelenti, hogy a helyi szolgáltatókkal nagyon szoros kapcsolatot kell kialakítanunk. Gondolok itt a szállásadókra, kételékszolgáltatókra, termálfürdőre, vadkacsákra, zöldbékákra, biciklibérlésre, lehetőséges vezetőtúrák szervezésére és egyéb kulturális attrakciók kiépítésére. Célunk, hogy a Ravasz Emlékház idővel az egyházi gyülekezetek zarándok helyévé váljon. Tekintettel arra, hogy beszéltünk Balogh Zoltán református püspökkel, és maximálisan támogatja a Ravasz Emlékház működését, erre nagyon szállítan, bátran bízom, hogy ez megvalósulhat. Célunk a rendezvényház üzemeltetésében esküvős, céges rendezvények, családi rendezvények hármassága. Az esküvők esetén esküvő szervező cégekkel és cateringet nyújtó cégekkel dolgozunk majd együtt. Ha az épület és a hatalmas díszkert unikális rendezvény helyszín, a helyszín több méretben kínálja szolgáltatásait, a rendezvényház, a kert, igény esetén még a faluház termeit is bérelheti a kultúra. Konferenciák, szekcióülések alkalmával, akár esküvés, sátor felállítása is lehetséges. Bejártuk a helyszínt, hát kb. 68-ban fő fér el, amit valószínűleg ki kell majd egészítenünk, azért jön állandóan ez a plusz sátor, plusz keret, hogy nem gond, mert meg lehet építeni. Céges rendezvények esetén a fővonal a csapatépítő események, ezekhez a falu rendkívül jó szolgáltatásokat nyújt, éjszakai fürdőzés, hajóbérlés, csónakversenyek, erdei programok. De lehetőség lesz a céges családi hétvégék rendezésére is, egy például mondjuk a remények szerint részvegetnek az a nagy zárt családi, tehát bármilyen nagy családi nagy rendezvény hétvégére. Nagyon fontos, hogy a falu sajátjának érezze a házat. A megnyitón, a protokolláris esemény után már egy utcabálszerű eseményen adjuk át az épületet. Tehát amikor lesz a megnyitó, a rendezvény házat adjuk át, és a kertet, és egy nagy ünnep lesz. A rendezvényhez kibérlésére a helyi állandó lakosok kedvezményt kaphatnak.
A helyiek számára a kiadáson belüli vezetett túrákkal közelebb az egyház történeti gyűjtemény. Itt tervezzük, hogy amikor megnyílik a kiadás május 24-21-én, akkor térítésmentesen irányított csoportokban előre regisztrálva, de ingyenesen megtekinthetik a kiállítást. Egy-két nap. A faluhoz való kapcsolatot erősíti, hogy a helyi szolgáltatókkal dolgozunk, így ők is bevételhez juthatnak. Nagyon fontos számomra az önkéntesség, melynek célja, hogy a falu lakosságának széles körét bevonjuk a működésbe, önkéntes teregyűrők, önkéntes vezetőkkel dolgozunk majd. Azt szeretnénk elérni, hogy ez az önkéntesség, ez egyfajta presztízs legyen. Az, hogy valaki ebben a csapatban dolgozhat, különböző természetesen plusz juttatásokat kaphat, kirándulásokat szervezünk különböző emlékházakban, múzeumokban. Tehát, hogy elérjük azt, hogy bár ők ingyen dolgoznak, önkéntesként dolgoznak, de cserébe egy nagyon, nagyon jó dolgot kapnak. Hogyan látja az első tervezeték megvalósulásának esélyét? Elég nagy késéssel indulunk, annyiban szerint egy hónappal vagyunk. Egyeztető tárgyalásokat folytattunk eddig a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai vezetőjével, Szedlacsek Emiliával, a Dunamelléki Egyházkerület püspökével, ezekről már beszámoltunk, teljes mértékben támogatnak minket, illetve ami egy nagyon fontos bevételi forrásunk lehet, az, hogy elérjük azt, hogy amit nagyon szeretnénk, hogy központi támogatáshoz jussunk, hiszen ez a feladat meghaladja az önkormányzatiság feladatát, és ez már egy magasabb szint, hogy egy háztörténeti gyűjteményt viszünk, tehát valahogy bekerülni abba a központi költségvetésbe, ami minden évben megkapjuk a támogatást. Igen, hogy mit ígérünk a lelfelül élőknek. Azt hiszem részben már az elején elmondtam, hogy mindenképpen a helyi szolgáltatókkal dolgozunk, őket erősítjük. A településünknek már van egy gyönyörű villája, az Orgila. Ez nem tudott a helyiek számára könnyen hozzáférhető helyé válni, nem is feladata, hogy most programokat szervezzenek. A Ravasz Rendezvényház létrejöttével megnyílik a lehetőség, hogy látványában, kivitelezésében, szolgáltatásaiban kiemelkedő helyen tartsanak családi rendezvényeket, meg kifizethető, elérhető a helyiek számára is. Azon leszünk, hogy minél több helyi lakos vagyunk be a rendezvényház működtetésébe, illetve a kapcsolódó szolgáltatásába úgy, hogy bevételeink is származzanak a működésből. Milyen segítséget várunk el az önkormányzattól hosszú távon. A Ravasz Emlékház indulásakor a magyar kormány 600 millió forint támogatással járult hozzá. Ezen a támogatás a kiállítás létrejöttére és a Kleinmüller felépítésére kaptuk. Legalább 5 évig fenn kell tartanunk az egyház történeti gyűjteményt a szerződés értelmében. Hát az első évben, amíg elindulunk, feltétlenül szükségünk van az önkormányzat támogatására. Körülbelül egy év az, amíg mi a cégekbe be tudunk kerülni, illetve elindíthatjuk azt, hogy valóban megkapjuk azokat a központi támogatásokat, amire úgy érezzük, hogy jogosultak vagyunk, és ezt meg kell győzni erről a különböző minisztériumokat, illetve a cégeket. A cégek esetében a cégek megkeresésénél és a cégekhez fele kapcsolatnál ott is nagyon számítunk az önkormányzatra, illetve a képviselőkre, hogy megtaláljuk azokat a cégeket, akik minket állandóan folyamatosan támogatni tudnak és fontosnak tartják az egyház történeti gyűjteményt és a Ravasz Emlékház működését. Ez egy tényleg egy kihívás, hogy könnyebbnek érzem a központi támogatás megszerzését, mint a cégekhez való bekerülést, de mindenképpen ezen leszünk. Igen. Menj át nyugodtan a másik blokkra. Evel kapcsolatban van kérdésetek? Menj akkor a következő. Igen, a humán erőforrás menedzsment az, ami nagyon érdekes.
Azt a pályázati anyagomban részletesen leírtam, hogy miért tartjuk fontosnak, hogy a Faluház, a Ravasz László könyvtár és a múzeum és a Ravasz emlékház az végül is egy egység. Tehát az a reálfalok, tehát egymást kiegészítő, egymást támogató és egymást erősítő egység. Tehát mindenképpen egységben kell gondolkozzunk reálfalok kulturális intézményeivel. A Faluház munkatársainak terhelése eddig is mindig rugalmas volt. Gondoljunk a szombat-vasárnap esti, akár éjszakában nyúló eseményekre, falunapra, amely 24-48 órás szolgálatra. Munkatársaink elhivatottak, településünkkel élnek, szívügyük lehetően kulturális élete, büszkék az eredményeikre, ismeritek őket, tehát ez valóban így van. Faluház jelenleg is számos olyan tevékenységet végez, amelyre működési szabályzata nem kötelezné. Maga az emlékház megteremtése, a megépülés alatti tevékenység is már így is komoly terhelésjelentet adott dolgozók számára. Ezt az előkészítő munkát fogja felváltani a működésből fakadó terhelés. Tehát azt hiszem ezt, igen. Állandó alkalmazott kollégák mellett jelentős szerepet kapnak az önkéntesek, és ezt állandóan alá kell húznunk, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ebben az üzemeltetésben az itt élő egyházhoz, civil társadalmas kötődő önkénteseket tudjuk alkalmazni. Nagyon, ez benne van a pályázati anyagban, hogy nagyon fontos informatikai hátterünk lesz, amivel kommunikálni tudunk. Egy nagyon komoly összeget nyertünk a pályázaton arra, hogy ezt a bizonyos intranetet, a belső kommunikációt, azt fel tudjuk építeni, és itt mindez egymás közti kapcsolat, de ez nem is olyan fontos, mint az önkéntesekkel való kapcsolatnál, ezt ki kell építenünk, hogy időben, hogy a beosztásukor egyéb kérdéseknél ők folyamatosan tájékoztatva legyenek, tudjanak változtatni. Tehát ezt már most, amikor az intranetet építjük, erre kell gondolnunk, hogy ez is egy működő háttér legyen, ami segíti a munkánkat. De ha megkérdeztem, hogy hány önkéntesben gondolkodtok, vagy tíz. Tíz önkéntes kell. És az a jó, hogy a kis busszal, az 10 fős a kis buszunk, ugye? Kilenc, közös kis buszunk. Kilenc, ugye? A sportkörrel közös kis busz. Igen, közös, igen. Mert hogy azért nagyon jó, mert akkor ezzel valóban tényleg azt, hogy közben kirándulni tudjuk vinni őket. És ezek a kirándulások mind egyfajta tanulás is, vagy hogy mondjam, tehát tapasztalat. Tehát, hogy mi is tudjunk olyan élményeket nyújtani számukra, hogy megérje, és hogy logos póló, kitűzős póló, hogy igen, én ravaszház önkéntes vagyok. Nagyon sok a friss nyugdíjas, tele energiával, tele tudással, tapasztalattal. Biztos vagyok benne, hogy heti vagy havi egy-két alkalmat. Nem elképzelhető. És ezért fontos, hogy ők tudnak visszajelezni, hogy ja, szerdán 10 és 4 óra között ráérek, nem érek rá, legyen helyettem te. Tehát, hogy ezért fontos ez a fajta kiépített okostelefonos jelzés. Azt hiszem, azt írtam már a pályázati, itt a humán erőforrásnál, hogy nagyon tényleg csodálatos dolgok történnek itt velünk mindeközben, hogy itt épül a ház. Lett egy olyan könyvtáros kollégánk, aki cégvezető, és nagyon szeretne könyvtárban dolgozni, zseniális tudással, és őt szeretnénk fölvenni állandó kollégának. Mert mind a könyvtár fele, és mind a cég adminisztrációs pénzügyi dolgaiban nagy segítség lenne, jogászhölgy. Tehát ő nagyon örömmel jönne, már egyeztettünk, és vele örömmel ez a plusz egy fő, akit szeretnénk alkalmazni. Már az üzleti tervén is, amit készítettem, azt az ő segítségével, az ő tapasztalatával állítottuk össze. A következő kulturális bizottsági ülésre légy szíves a hölgyet hív. Jó? Meghívjuk.
Jó, küldünk neki meghívót, csak jelez neki majd, jó, hogy a jövő hónapban. Köszönöm szépen. Volt egy nagyon érdekes kérdés is, hogy mit mond a magyar tudja összeegyeztetni a működésben a magas szinten a kulturális értékteremtést a profitorientált rendezvényközpont funkcióval. Ez volt egy nagyon izgalmas kérdés, mert valóban nekünk az a feladatunk, hogy fenntartsuk a házat. Az nagy szerencse, hogy úgy lett kialakítva Lukács Péter hatalmas tudását, tényleg dicsérjük. Úgy lett kialakítva a ház, hogy külön rendezvényközpont, rendezvénytermet, és külön lehet látogatni a kiállítási részt, tehát egymástól abszolút hermetikusan el lehet választani, nem zavarják egymás működését. Miután a célja ennek a háznak az egyháztörténeti gyűjtemény és Ravasz emlékház, tehát mindenképpen ő az első, nem gondolom, hogy ez sűrűn elő fog fordulni ez az ütközés. És ráadásul biztos vagyok benne, hogy olyan színvonalas kapcsolódó programokat lehet idehozni, amely bevétel orientált is egyben. Tehát természetesen biztosítani fogjuk a kulturális színvonalát a programoknak. Egy pillanatban lenne egy kérdés be a Szabó Péter képviselőtársam. Köszönöm. Kicsit kapcsolódik ehhez is, meg a humán erőforráshoz is, hogy nyilvánvalóan elsődleges célja a háznak az, hogy a gyűjteményt fenntartsa, gondozza, meg nyilván az is fontos, hogy bevételt hozzon, amiből az egészet fenn lehet tartani, de mivel egyházi gyűjteményről van szó, és az egyházaknak nem mellékesen az is a feladata, illetve a tevékenységüknek egy elég hangsúlyos része, hogy közösségben gondolkoznak, közösségeket tartanak fenn, illetve hoznak össze. Ezért fontosnak gondolom, hogy ez a intézmény szintén ezt a célt maga elé ki tudja tűzni. Ez ugye nem csak a saját dolgozók szempontjából fontos, mert ugye erről említetted, hogy ez nagyon fontos, hogy összefogja ezeket az önkénteseket, illetve ugye a társintézmények dolgozóit és a többi, de hogy a faluban a közösségeknek legyen egyfajta otthona. Nem csak ez, nyilván a faluház is ilyen célokat szolgál, de hogy van-e arra elképzelés, most már felteszem a kérdést is, tehát hogy van-e arra valami konkrét elképzelés, hogy ez hogyan tud megvalósulni, és hogy nem fog ez a fajta cél elsikkadni mondjuk a pénzszerzés, vagy kifejezetten a gyűjtemény mellett. Tehát nyilván ez egy olyan ház, ahol rendezvények, vagy valamiféle közösségi összejövetelek jönneket lehet tartani, de hogy hogyan fog ez, hogyan segíti elő majd az intézmény, ezek tényleg ide jöjjenek, hogy tényleg otthonra lejjenek ezek a közösségek, amik a faluban vannak, itt ebben az épületben. Tehát, hogy van erre valami elképzelés, hogyha nincs, vagy még nincs, akkor egy bátorítást mondok, hogy legyen. Igen, a faluház szerepe, a faluház szerepe mindig is a helyi civileknek az otthona. Tehát nálunk minden, tehát a faluházban térítésmentesen minden civil megkapja, és az övék, és azért vagyunk. Itt nagyon el kell gondolkozni azon, hogy bevételeket is kell nekünk közben kellünk arra az emlékház kapcsán. És ezért mi már, bár nem voltam még, de már indultunk, tehát elindultunk már a tapogatózásban, de természetesen semmit nem tudtam még elköteleződni, mert nem volt rá jogosultságom, de több lehetőség felmerült. Ilyen például a témák kapcsán lehet, én úgy gondolom, amik hát bevételes rendezvényekre gondolunk itt ilyenkor. Aki jön hozzánk március 16-én, Rácz Árpád tanár úr, nekem tanosztályfőnököm volt, zseniális ember, ő a Rubikon folyóiratnak a főszerkesztője, a Rubikon intézetnek a társelnöke,
vele már egyeztettünk, hogy ő abszolút nyitott lenne, hogy negyedévenként egy-egy Rubikon estet tartani, vitákkal, történészet. Tehát mindig az, hogy valamilyen csomót, valamilyen izgalmas kérdéskör, olyan történészeket írni, hogy egy nagy viták kialakulhassanak, izgalmas legyen. És tehát például lenne ez a történelem felé érdeklődő közösség, de ezek mindig bevételesek. Akkor ott van például Koppádi Jerrivel beszéltünk, zseniális hegedűművész, hogy vele is itt egyeztetve, hogy tehát olyan komoly zenei előadások, beszéltek, ezeket most próbáljuk meg, hogy lehet új közösségeket teremteni. Ilyen szekciókban gondolkoztok, akár az elég fontos, hogy bevételesnek kellene. De a faluház az megmarad továbbra is a civil központ, és akkor próbáljuk úgy, hogy a Ravasz házban meg... Ha mondhatjuk azt, hogy nem faluház 2 lesz, ez egy külön intézmény lesz, egy non-profit KFT, benne van a nevében, aminek ugye hát igen, el kell, hogy tartsa magát, mert a költségvetésünk ugye nem tud biztosítani 20-30 millió forintot minden évben, ennek ott van a faluház, és egy nagyon szép faluházunk van, tehát voltak éppen, amit itt a faluban igényelnek a tisztelt polgártársaink, azok ott mind helyet találnak rá. Viszont a közösségépítés ilyen formán tovább? Ja, húzzuk meg egy kicsit, mert mindjárt 1:45 és 3:45-kor nekünk el kell menni, jó? Igen. Köszönöm szépen. Bele, én meg ehhez szeretnék hozzáfogni, mert elfelejtsük. De nem most majd a végén, amit a Péter mondott, mert nekem ehhez van egy ötletem. De most nem akarom, majd a végén majd igen, maradom, és igen. Akkor nem viszik. Jó, köszönöm. Igen. A kávézó egy nagyon fontos kérdés még. Lesz egy csodálatos ilyen boltíves, borozós, kávézós tér lent, és az is egy állandó, ahogy azt kiadjuk, az is egy állandó bevételi forrása lehet a faluhára, a frappontórának. De bocsánat, akkor ehhez szabad, ugye? Igen. Hogy ugye azért az, hogy kiadja, az egy dolog, de tervbe szerepel, hogy például a történelmi borvidékek irodalmi est keretében mutatnánk be, tehát szóval ez nem csak egy kocsma lenne ott, vagy egy kávézó, vagy valami, hanem valami ilyen kulturális funkciója is lenne. Igen, ez pontosan ez az, hogy már ki van adva, viszont ott is nagyon fontos, hogy abszolút egymásra figyelve és egymást kiegészítve nem egymást üttet. Ez egy nagyon, nagyon, nagyon nehéz dolog, hogy ne legyen ott akkor éppen olyan rendezvény, ami zavarja a fenti, egyházi rendezvényünket. Tehát, hogy ez is egy nagyon finom hangolást kell, hogy megpróbáljuk úgy továbbvinni. Igen, pénzügyek. Szerintem beszéljünk akkor a pénzügyekről. Hogy foglalja össze röviden szóban is az üzleti tervet, a kiadás bevétel oldalán megtervezését. Készítettünk egy alapos üzleti tervet úgy, hogy bizonyos dolgokat csak becsülni tudtunk. Tehát végül is egyelőre csak tapogatózunk. Arra törekedtünk, hogy minden egyes költségtípus szerepeljen a terven, akkor is, ha a számot még nem tudjuk pontosan. Személyen költségekben nagyon visszafogott összegekre dolgoztunk. A költségek oldalára nézve nem látunk nagyon lehetőséget ennek a jelentős csökkentésére. Egyszerűen működtetni kell a házat. Tehát itt a rezsi és a többi költség. Az nem volt meghatározva előre, azt nem tudtuk, hogy milyen költségeket vállal az önkormányzat, hogy itt a kertgondozás, a gépek, az üzemeltetése kapcsán. Tehát most itt jelen pillanatban ebben a költségvetésben, amit összeállítottunk, minden benne van, ami a ház körül felmerülő költség. És nem fontos, hogy ez nálunk jelenjen meg, ezt ebből nyugodtan az önkormányzat felállítanunk költségeket.
A bevételi oldalon ott két részben állt a kereskedelmi értékesítés és a támogatása. A kereskedelmi értékesítésnél a terepérlés, kávézőbérlés, céges rendezvények és a belépőjegyek. A belépőjegy esetében differenciálásra lesz szükség, itt most jelen pillanatban egyet állítottunk be, de ott differenciálunk kell az árakat. Minden egyes eseménynél arra törekszünk, hogy jutalékos rendszerben plusz bevételünk legyenek. Tehát, ha a rendezvényhez kapcsolatban szolgáltatóhoz sokat veszik igénybe, akkor a mi szolgáltatás mindannyiunktól 5% jutalékot kérjük. Későbbiekben pedig szeretnék beállni az ajánlottát bizniszbe, ami általunk nincsen, és ezzel, tehát ezt ki kell alapítanunk, mert tényleg nincs olyan az alap idején, és akkor ez leálltalú, és párhol másik esetleg. Nem tudom, mivel beszéljek még. Van egy érdekes, azt még esetleg megválaszolod? Bocsánat. Persze, azért adtam oda, azért adtam oda. Jó. Tehát nem is kell. A 14-es kérdés, és részemről nincsen más, mert szerintem... A marketing kommunikációról. Ez a dilemma feltételezett probléma többet, bocsánat. Igen. Ez nagyon-nagyon érdekes, és ez a része még nincsen kidolgozva teljesen. Tehát ez abszolút, ezt most mi is most tanuljuk. Pont ezen a beszélgetésen voltunk ott, pont ezen volt a fő hangsúly, hogy szakember, tehát ide szakembert kell, tehát nem osszuk meg, hogy mi összeülünk, és akkor, tehát ide egy profi marketing kommunikációsra lesz szükségünk. Az emlékház, igen, tehát a marketing kommunikációs tevékenységünk már elkezdődött az emlékház pályázatának kidolgozásakor, létrejött szakmai csoport már előkészítette a kormányhoz benyújtott pályázatában. Az építkezés megkezdésekor az emlékház építési munkáinak megkezdését, a missziós tevékenységét, a rendezvényközpont építését sajtótájékoztató formájában már elküldtük a média számára, tehát ezt már több mint egy éve beharangoztuk ezt a projektet. Megkerestük a szakmai szervezeteket, ezek a megkeresések direkt formában zajlottak, itt a minisztériumok, tehát püspökség, amivel mind tudtok. A rendezvényhez tartalmi fejlesztésében dolgozó Kirkeszner Ágnes kommunikációs szakember készíti el a kezdetű első fél évre vonatkozó kommunikációs tervezetet. Ennek a költségeit a támogatás fejlesztési költségéből fedezzük. A kommunikációs terv véglegesítése folyamatban van, de itt nem csak egy, tehát pont azt mondtam ezen az egyik felvételiztetőm, vagy szakember, aki kommunikációs szakember, pont azt mondta, hogy nem, bőven nem elég az, hogy fél évig, hanem nekünk itt egy emberre lesz szükségünk, aki folyamatosan viszi ezt a tevékenységet. Célzottan, ahogy ez olyan, tehát ez már olyan magas szint ez az emlékház, hogy ezt erről tudnia kell mindenkinek, és el kell nekik magyarázni. Az volt a kérdés, hogy milyen hívószó. Ezt a hívószót kell nekünk megtalálnunk. Tehát, hogy még van körülbelül két hetünk, hogy megtaláljuk, hogy mi az, amivel behívjuk a cégeket, hogy ez miért jó. Köszönöm szépen. Igen, milyen koncepcióval PR Media kommunikációs támogató online platform hátterében, és milyen szakember fogja ezt menedzselni, milyen költségvetéssel. Az emlékház online platformját megoldanák az emlékház pályázati anyagának szakmai csoportja készíti, azok, akik az emlékház pályázat kidolgozását végezték. A weboldal koncepciójának fő vonala a kiállítás, a rendezvényház és a helyi turizmus erős integrálása. Célja, hogy az ide látogatóknak olyan programcsomagot kínálunk fel a weboldalon, amelyel fél vagy egy-két napot hasznosan el tudnak tölteni. Itt még az is föl lesz ezen a honlapon, hogy ravaszáprés. Tanösvény. Tehát az egy külön fül lesz, hogy ravasz április tanösvény, ami egy élő, tehát hogy állandóan szelfiket, meg különböző, meg inkább a fiatal korosztályt szeretnénk megcélozni.
A lelkészült weboldal tartalmaz egy úgynevezett szerkesztőségi rendszert, vagy lehetővé teszi, hogy a programozói gyakorlat nélkül is szerkeszteni lehessen a weboldalt. Ezt a szerkesztői munkát a Faluház mostani munkatársai fogják elvégezni. Ez valójában aktualizálásokat, a hírekben betételét jelenti, az egész rendszert nem kell átdolgoznom. A Faluház dolgozói komoly internetes gyakorlattal bírnak, melyek maguk kezelnek. Facebook oldalt, weboldalt, hírleveleket bocsátanak ki folyamatosan. A kezdeti jelentőség munka után ez nem jelent komoly terhelést. Tehát az első évben, igen, mert hogy felmerült, hogy ekkora hangsúly az interneten, az online részen, akkor miért csak 110 ezer forint havi költségben terveztünk be. És itt azért lett ez, mert a valóban jelentős összeg, amivel összeáll, amit felépítik, azt mi már megkapjuk, és akkor onnantól kezdve igazán csak kapont kell tartani. Köszönöm szépen. Akkor éket, polgármester. Viszont csak röviden, úgy döntöttünk bizottsági szinten, hogy akkor a pénzügyi bizottságon is visszatérünk erre a működésre gazdasági szempontokból valamennyire. Úgyhogy szeretnék kérni be, hogy akkor a jövő héten van idő, akkor a pénzügyi bizottságra is majd megosztjuk, hogy melyik napi rendiponnál, vagy hogyan, de akkor egy ilyen közös gondolkodás lenne. És még annyit szeretnék mondani, itt kihangosítva az előbb Péternek a válaszára, a kérdésére, hogy itt azért azért a település kap egy nagyon szép épületet, kap egy nagyon szép kertet, ami egy szép jelenség. Eddig egy romb volt ott, amiben senki nem akar bemenni, most lesz egy látvány, egy nagyon szép dolgunk. Bemenni is bárki bemehet, de nekünk most az a fontos, hogy itt ez egy ne kelljen nagyon sok pénzt hozzáraknunk. Tehát vagy csak azt akarom mondani, hogy ha ott rendezvényt tartunk, azokat mind belépősre kell, tehát profitorientált rendezvényeket kell csinálnunk, mert ha olyat viszünk oda, ami ingyenes, azáltal már negatívumot termel maga a non-profit Kft. Tehát a falu így lesz az épület, és a falusiak nyernek azon, hogy ha bárkinek van egy családi rendezvénye, vagy bármilyen dolog, akkor itt van egy olyan kulturális hely, ahol be tudnak menni, és meg tudják tartani ezt az eseményt. Tehát ott mindenképpen nyer a falu, de nem abban nyer, hogy ingyenesen tudnak menni, és ott van egy ilyen eset lehetőség, hanem hogy van egy olyan színvonalas helyszín, ahol egy színvonalas rendezvényt meg tudnak helyben tartani. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy a falu sokat nyer ebben, de nem tudjuk azt biztosítani, hogy ingyenesen ott mindenki ott érje ki a közösségi igényeit, mert a faluház van erre, hanem amit mindenképpen arra kell törekedni, hogy bevételt termeljen valamennyire bármifajta rendezvény, mert csak akkor megyünk előre. Úgyhogy ez egy ilyen fontos dolog szerintem hangsúlyozni. Köszönöm. Köszönöm a polgármester úr kiegészítését. És akkor a pénzügyi bizottságon itt a szerződés javasolt, általad javasoltok, beemeltek, és úgyhogy erről akkor tárgyalok. Köszönöm szépen. Akkor ha nincs kérdés, további kérdés, akkor megköszönjük igazgatóasszony beszámolóját, és kérem, hogy fogadjuk el kiegyetért vele. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangú. Légy a kedves, maradj már ott a helyeden, kapcsolt be, majd mindjárt kikapcsolom, és a nemzeti ünnepünk lányfalusi programját ismertes, légy szíves, hogy mi lesz. Köszönöm. Tied a szó. A nemzeti március 15-én, de már évtizedek óta a Móricz Zsigmond Általános Iskola ad műsort, tehát ez egy zseniális, termházas nemzeti ünnepünk van. Idén 9 órakor lesz Szent Misál Szent Anna templomban, a 10 órától koszorúzás a Bőrsia népnőnél. Köszöntőt mond a Faluház Színház termében, kb. 4-11-kor Adomján András polgármester. Ünnepi beszédre Rácz Árpádot kértük fel a Rubikon Történelmi Magazin főszerkesztőjét. És a műsort a Móricz Zsigmond Általános Iskola 4. A osztályának tanulói adják, felkészítő tanár Tóth Rita folyamatosan gyakorolnak a házban. Nagyon szép műsor lesz, mindenkit szeretettel várunk. Köszönjük szépen. Kérdés ebben kapcsolatban, polgármester. Bocsánat, csak azért sokszor, hát eddig az volt a gyakorlat, hogy meghívtunk helyi vagy helyhez köthető személyeket, de itt a választási
viszonylag tehát azt gondolt, hogy most kimondottan egy szakmai előadás lesz, ami politikához nem köthető, hogy ne ingereljük tovább a választási hangulatot. Tehát azért lesz ez a nagyon színvonalas történész úr meghívva, azért meghívva ő, hogy akkor most itt nem lesz a politikának, remélem, hogy nagyobb szerepe, és így az iskolások, a szülők is mindenki nyugodtan vét tudja hallgatni, és ez a túlfokozott hangulatot mi nem fokozzuk tovább, hanem próbálunk a... Aztán Kossuth Széchenyi viszonylag lesz a napi rendben, hogy érdekes lesz biztosan. Köszönöm. Hát azért akkor lehet. Mondjuk, bocsánat, hogy nehogy félreértés nem kell. Mondjuk a politikához lesz köze, a napi politikához nem lesz köze, mert ugye hát ez mi már nem politika, hogy általában hát minden ilyen nemzeti ünnep az. Jó, köszönjük szépen, akkor ezt is vegyük tudomásul, aki elfogadja. Köszönöm szépen. Önnek az egyebek, én direkt nem tértem ki a napirend ismétlésen az egyebekre, mert megvártunk benneteket, nem voltatok még akkor itt. Kérdezem, hogy valakinek van-e az egyebekben közölni valója, polgármester úrnak, Kövesdi Miklósnak, akkor parancsolják polgármester úr. Csak egy plusz információ, múlt bizottságülésen volt szó a gyermekérvelmezés kapcsán a kint lévőségekről. Az elmúlt héten volt egy nagyon nagy akciója a tündérkert óvodának és konyhának. Kaszár Gabriella is a tünde szent, bocsánat, az étkezésvezetőnek. A lényeg az, hogy még a decemberben 1,6 millió forint kintlévésünk volt, és most 1,5 millió forintot be tudtak gyűjteni a héten. A lényeg az volt, hogy mindenkinek több felszólítást írtak, és azzal, hogyha valaki nem fizeti be, március 1-ig addig a gyermeke csak alapélelmiszert fog kapni a konyhán, és volt is, tehát jöttek föl, akik csak lekvárosan és zsíroskedet tettek, de a lényeg az, hogy elérte a célját, és ott ők nem, hozzá nem is jutnak panaszt, tehát olyan jól le tudták vezényelni. Nekik nagyon sok volt velük a problémáik, vagy a dolog ezzel, de azt gondolom, hogy minden szülő belátta azt, hogy végül az ő saját saruk ez, és nem fogtak hozzá, vagy nem érezték azt, hogy itt fellebezniük kell, úgyhogy eredményes volt. Úgyhogy ez nagyon szép eredmény szerintem, és köszönjük az oldalnak és a konyhának, hogy ezt eredményelték, ezt a behajtási akciót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kövesdi Miklós képviselő. Köszönöm szépen, csak arról szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy jövő csütörtökön délfél 10-re az iskolába összehívtam ismét ezt az oktatási kerekasztalt, ugye az óvoda és az iskola vezetősége és a polgármesterről szoktunk részt venni. Természetesen akinek se esetleg van kedve, bocsánat. Akinek van kedve az... Hát Pécs is vihetsz, kérdezik. Esgőt is esetleg. Az részt vehet. Köszönjük. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés? Bea, gyere oda is. Mai napon tettük fel az internetre a Fedli második adománygyűjtéséről. Szerintem Elnék úr tudna a leghitelesebben mesélni, hogy településre szállítják el az adományokat. Kovács Tamás először mondta, hogy mi is gyűjtőpont az iroda, és akkor szerintem utána. Köszönöm szépen. Köszönöm. Valóban is nagyon szép plakát született. Bár az az igazság, hogy vasárnap a templomba Kovács Tamás nagy tiszteletül mondta, és ugye három testvér gyülekezetről van szó, abból az egyik testvér településünk. A háromnak egy lelkésze van, Orbán Sándor, Bene, Csetfalva, Sáros Oroszi. Most ugye az lenne a legjobb, ugye a száraz élelmiszer, a PC papír, a hintőpor, a popsikendő, minden pénzbe kerül. De van egy számlaszám, amit egy Pándi Szekeres Dávid nevű diplomata útlevéllel rendelkező református lelkészi végzettségű sárospataki lakos, aki a kontakt személy, az ő hozzá utalja az egyház az adomány, a pénzadományt, és ő állandó napi kapcsolatban van Orbán Sándor nagytiszteletű úrral, és per pillanat mire van szükség, azt viszi. Nem tudom,
Szabó Ferenc, a Lányfalu méhésze megkeresett minket polgármester úrral, hogy kérdezzük meg, hogy körülbelül hány család. Ugye nagyon sokan eljöttek már, ugye én a múltkor említettem, hogy beszéltem Matik Anikóval, Mati Szeretőről is elég sűrűn beszélek, hogy ugye a fiatalok katonakötelesek eljöttek, tehát idősek vannak, egy-két fiatal van, aki vigyáz a falura. Tehát a három településen kb. 700 család él. A Gészabó Ferenc felajánlott 800 üveg mézet, ilyen fél kilós, tehát 3033-as üvegben az fél kiló méz, ez körülbelül ugye 4 mázsa, és jövő héten én kiviszem, Ukrajnába kiviszem ezt a sportegyesület, odaadja az autóbuszát, lepakoljuk, és evel a Pándi Szekeres Dávid úrral, diplomata útlevéllel kimegyünk Csetfalvára, és ott átadjuk ezt az adományt. Nagyon örülnek neki, mert a méz az egy olyan, ami ugye, hát, úgyhogy jó, hogy vannak ilyen jó lelkű emberek, de azt tényleg azt mondanám, hogy akár én a számlaszámot is meg tudom köröztetni, tehát az lenne a legjobb. Ugye, az egy probléma eljuttatni a lisztet, a száraz tésztát, rengeteg jött különben, már a múlt héten, kedden szedtek össze Pócsmegyeren is, meg nálunk is, és a le lehetett a Leány Szentendrén egy hölgy, akinek a határ menti, a Rák községben van 4 árvaház, és ott a plébános úr, püspök úr fordult kéréssel, hogy nagy szükség lenne, mert egyszerűen akadozik az élelmiszer ellátás és a tisztálkodó szerep, tehát a WC papír, és 6 tonna jött össze. Nem csak Pócsmegyerről és Lányfaluról, hanem Szentendréről is. Hiszem 7 vagy 8 busszal, ilyen teherautóval, kis teherautóval, busszal vitték el. Ez már megérkezett Kárpátaljára. Tehát az is probléma, ugye, hogy nehezen lehet átmenni. Kérdés, hogy meddig lehet átmenni, meddig lehet vinni. Elég körülményes. Tehát van egy angol és ukrán nyelven fogalmazott kérdőív, amit fel kell sorolni tételesen, hogy mi az, amit viszel, milyen kocsival viszed, ki viszi. Szóval itt biztosítási zöld kártya, ukrán egészségi bizonyítvány kell, oltási igazolvány kell. Tehát azt megszervezni, hogy kivinni, az problémás. A máltaiak, a református szeretetszolgálat, ökumenikus szeretetszolgálat ott van a határnál, tehát ők intézik, de rengeteg a feladatuk nekik az átjövőkkel. Ugye biztos hallottátok a televízió, rádió tudósításából, hogy 200 ezer volt már reggel, akik eddig Magyarországban, csak Magyarországban bejöttek. Tehát azoknak is az elhelyezési transportálásuk. Tehát én már továbbítani fogom mindannyiatok számára a számlaszámot, esetleg azt meg lehet mondani, ahova ezt a pénzt, az adományt esetleg. Tehát aki, és ezt lehet propagálni is, akár be a, hogyha ugyanolyan, mint hogyha vesz egy 5 kiló vagy 10 kiló cukrot, vagy 5 liter olajat, mert a pénzt azt arra is tudják, amit, és ez garantálta a megérkezik, akkor vissza is az olyan. Köszönöm szépen. Feltüntettem a számlaszámot. Akkor fönt van, a számlaszámot. Akkor köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor, ha nincs egyéb, parancsolják. Csak még annyit, hogy ugye ez most egy újfajta adománygyűjtést célzottam, de eddig is volt, és köszönjük mindenkinek, tehát a Caritas már elmúlt 2 hétben nagyon sokat gyűjtött, a közösség a közösségért, a Banóczi Adriánék is sokat gyűjtöttek, a tűzoltók is gyűjtötték, a faluház is, tehát hogy eddig is volt egy gyűjtés, de most van egy új célzott gyűjtés, és ez egy másfajta hatékonyságot fog elérni. És akkor úgy van, különben csak fontos még rá, hogy jelenleg a tűzoltó szertában van egy nagyobb adag gyűjtött felajánlás,
és akkor abban maradtak a szemakar, itt azt, hogy egy részét meg beállják, hogy itt hagyják egy részét, mert most már tudjuk, hogy a településünkön is van néhány család már, akik Kárpátaljáról, Ukrajnából származnak, és akkor ezzel meg próbálják az itteni családokat támogatni, hogy ne a vendéglátó család vagy házra háruljon az összes terv, hanem akkor ezzel majd folyamatosan segíteni az itt lévőket, úgyhogy van egy ilyen, ez egy teljesen civil szerveződés, úgyhogy aki tud, de be lehet kapcsolódni. És a CPA-ban van egy hölgy, akinek a nevét nem tudom, de ő az, aki koordinálja ezt a kárpátaljai, ő a kárpátaljai származású, ukránul jól beszél, és akkor itt ő koordinálja ezt a falun belül, ezt a civil letelepedést, segítségnyújtást. És még volt egy próbálkozásunk, a Szerencsejáték RT, ZRT-nek írtunk egy levelet, még ugye beállva, hogy szeretnénk, ugye a történelmileg, ugye annak idején a lengyeleket is befogadtuk, befogadta a lányfalu is, annak a Szerencsejátéknek a helyén lévő régi kecéri panzióba fogadták be. Aztán, amikor volt az NDK-sok, ugye 89-90-ben, akkor is voltak itt, és ugye ennek a hagyománynak milyen szép lenne, hogyha tudnánk újabb helyet biztosítani. És akkor erre írták vissza, hogy azért nem tudják ezt adni, mert hogy eladás alatt van a Szerencsejáték ZRT, tehát így került tudomásunkra azt, hogy közben beindult az eladása, tehát ezért nem tudnak tudni. Azt mondták, hogy felajánlhatták volna nyilvánvalóan, de most, hogy eladás alatt van, ezt nem tudják megtenni. Úgyhogy így ez a próbálkozás, nem? És nekünk, mint önkormányzatnak nincs olyan épületünk, ahol tudnánk befogadni sajnos menekülteket, hogy ezért a civileket tudjuk mi is támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ha és amennyiben nincs több kérdés, akkor 18 óra 37 perckor rendkívül konstruktív hozzászólásokkal a Kulturális Bizottság ülését bezárom. Köszönöm a megjelenést. Jövő héten szerdán előre láthatólag 10 órakor fog ülésedni az Egészségügyi és Szociális Bizottság. Köszönöm szépen.